Elítélték a feltételezett gyilkost, első fokon 15 év fegyházbüntetést kapott Balla Irma, debreceni képviselőnő gyilkosa. Élményközpont Nyíregyházán mintegy 570 millió forintból alakítottak ki modern, magas színvonalú oktatást biztosító központot. Tizenöt év fegyházbüntetésre ítélték első fokon Balla Irma feltételezett gyilkosát. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A vád szerint a debreceni önkormányzati képviselőnőt 2007 tavaszán otthonában különös kegyetlenséggel, nyereségvágyból gyilkolta meg a szomszédos építkezésen dolgozó férfi. A gyilkossággal először az áldozat fiát vádolták, akit 2008-ban le is tartóztattak, majd 2013-ban a mostani vádlott beismerő vallomása alapján felmentettek. A mostani ítélet nem jogerős, az ügyész, valamint a vádlott ügyvédje is fellebbezést jelentett be ellene. A másügyben jogerő szabadságvesztés büntetését töltő vádlott bűnös, emberölés büntetében. 1978 civil 4-es törvény 166 szakasz 1 bekezdés, 2 bekezdés kis B és D pontjai. Ezért a bíróság, mint visszaeső 15 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítéli. A vádlott feltétel szabadságra nem bocsátható. Az ítélet kihirdetését szemtelen arccal hallgatta a Balla Irma meggyilkolásával vádolt férfi a nyíregyházi törvényszéken. Ezt követően a bíró a gyilkosság körülményeit ismertette a vádlottal, valamint a jelenlévőkkel a csütörtöki tárgyalás elején. Nyereségvágyból követte el az élettelen bűncselekményt, mert cselekménye közvetlen anyagi előny, így a sértett pénzének és értéktárgyainak a megszerzésére irányult. Különös kegyetlenséggel is elkövette az emberülést, mert rendkívüli embertelenséggel, brutalitással, gátlástalanul, emberi mivoltából kivetkőzve követte el az ölési cselekményt. A vádirat szerint a férfi egy feszítővassal hatolt be a debreceni asszony házába, ahol a sértettet mintegy 20 alkalommal megütötte a nála lévő szerszámmal, majd azt a védekezésre képtelen áldozat nyakára szorítva több helyen is eltörte a gégéjét, mely a nő azonnali halálához vezetett. A bíróság az elkövetéskor hatályban lévő büntető törvénykönyv szerinti legmagasabb határozott idejű büntetést szabta ki a férfira. A törvényszék súlyosító körülményként értékelte azt, hogy a vádott büntetett előéletű, visszaeső, a cselekményt a feltétel szabadság hatálya alatt követte el. Külön nyomatékkal értékelte azt, hogy a szabadulását követő igen rövid időn, egy hónapon belül követte el ezt a bűncselekményt. Enyhítő körülményként értékelte a vádottnak fel nem róható időmúlást, vagyis azt, hogy a bűncselekmény elkövetése és annak elbírálása között már több mint 11 év eltelt. Javára értékelt a két beismerő vallomását, melynek súlyát csökkenti az, hogy azokat visszavonta. Nem hagyta viszont figyelmen kívül a törvényszék, hogy a két beismerő vallomás a tényállás megállapításánál alapul szolgált, és a két beismerő vallomás nélkül a bűncselekmény eredményes felderítése és elbírálása nagyobb nehézségekbe ütközött volna. A törvényszék álláspontja szerint a vádott terhén megállapított bűnösség körülmények számára és súlyára tekintettel vele szemben indokolt a határozott tartalmú szabadságvesztés büntetés törvényi maximumának a kiszabása. A bíróság tehát nem látta indokoltnak az életfogytig tartó büntetést, azonban az ítélet mellékbüntetéseként a 27 millió forintos nagyságrendű perköltségek megtérítésére kötelezték a vádlottat, valamint 10 évre eltiltották a közügyek végzésétől is. A vádlott és a védője felmentésért és enyhítésért fellebbezett, az ügyészség pedig az eredetileg kért életfogytig tartó büntetés kiszabásáért jelentett be fellebbezést. A 15 év fegyházbüntetést ezért a bűncselekményért a vádlottal szemmel az ügyészség enyhének tartja, ezért az ügyész fellebbezett életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés kiszabása érdekében. A büntetésnek ugyanis az a célja a törvény értelmében, hogy a társadalmat megvédje attól, hogy akár ez a vádlott, akár más újabb bűncselekményt kövessen el. És az ügyészség álláspontja szerint ezt a célt csak is az életfogytig tartó szabadságvesztés szolgálhatja ebben az esetben. Az ítélet hirdetésen jelen volt Balla Irma fia is, akit az első eljárásban a gyilkossággal meggyanúsítottak, majd el is ítéltek és börtönbe is került. Később azonban felmentették, de eddig csak azt mondta ki a bíróság, hogy nem talált elég bizonyítékot arra, hogy a fiú végzett az anyjával. Én a bűnösség kimondásának nagyon örülök, és
életfogytot szerettem volna, hogy kapjon édesanyám gyilkosa, hogy a lehetőségese legyen meg, hogy még egyszer ilyet elkövet. A mostani ítélet az még nem a végső ítélet, a másodfok mondja ki majd a végső szót. És úgy éreztem, hogy a bíró is, mivel enyhítő körülményt értékelt, így nem az életfogytot, hanem az ezen kívül kiszabható maximális büntetést szabta ki, ami akkoriban szerintem elég enyhe volt, 15 év, ezt azóta feljebb emelték, de ugye az ítélethozatalkor az akkori törvények számítanak. Schönstein Sándor hozzátette, erkölcsi elégtétel lenne számára, ha egy jogerős ítéletet követően per újra felvételt tudna kezdeményezni, mivel szerinte és jogi képviselője szerint bűncselekmény és nem bizonyítottság hiányában kellene őt felmenteni. Mintegy 570 millió forintból alakítottak ki úgynevezett MTMI élményközpontot Nyíregyházán, ahol természettudományos, műszaki, informatika és matematika órákon vehetnek részt a diákok. A program célja, hogy a tanulók ne akadályként tekintsenek a természettudományokra, hanem kihívásként, valamint izgalmas új ismereteket lássanak bennük. Az MTMI-hez tartozó képzések hiány szakmáknak számítanak, a központtal népszerűsíteni is próbálja azokat a Nyíregyházi Egyetem. A Bátori utcán működik az MTMI élményközpont, amelyet a Nyíregyházi Egyetem és Nyíregyháza város önkormányzata egy közös pályázat révén alakított ki. A központban magas színvonalú oktatást biztosítanak a diákoknak, új szaktantermekben, modern felszerelésekkel. Ez az élményközpont elsősorban az a céllal jött létre, hogy a diákokhoz közelebb hozzuk a természettudományokat, matematikai, illetve műszaki ismereteket, hiszen nagyon sok iskolában nem adottak azok a lehetőségek, hogy a diákok tananyagot meghaladó szinten vegyenek részt ilyen foglalkozásokban. És hát nyilván a hosszú távú cél pedig az lenne, hogy majd későbbi tanulmányaik során, életpályaik során inkább olyan irányba terelődjenek, hogy műszaki, természettudományos, biológiai, kémiai ismereteket igénylő szakmákat válasszanak majd a későbbiek folyamán, hiszen ez jelenleg hiányként jelentkezik ma Magyarországon. A programban 20 iskola vesz részt, 10 nyíregyházi és további 10 környékbeli intézmény. A központ február 4-től hétfőtől működik. Napi rendszerességgel 4 órában szerveznek majd élményszerű foglalkozásokat. Javarészt a Nyíregyházi Egyetem oktatói tanítják majd a diákokat, azok alapján a programtervek alapján, amelyet az egyetem dolgozott ki. Az élményszerű oktatás motiválja a diákokat és jobban felkelti az érdeklődésüket a természettudományos tantárgyak iránt. Tulajdonképpen egy élményhez jutnak, mert élményszerűen fogják megtanulni az összefüggéseket a biológia, a matematika, a fizika területén, és ezzel a tanulásuk is könnyebbé fog válni, hiszen átélik azokat a dolgokat, amit mondjuk az iskola tantermi körülményei között csak egy interaktív táblával, vagy pedig egy tankönyvbe vennék. Itt pedig a valóságba megtudhatják azt, hogy mi hogy működik, mi között milyen összefüggések vannak. A projekt közel 500 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert, de Nyíregyháza önkormányzata konzorciumi partnerként további saját forrást is biztosított az élményközpont kialakítására. Maga az önkormányzat tulajdonában van az ingatlan, amit mi átadtunk a programhoz, és további 69 millió forinttal önrészt és olyan munkálatok elvégzését vállaltuk, amit a projekt nem támogatott. Tehát úgy gondolom, hogy az önkormányzat nagyon jelentős eszközök és erőforrásokat támogatja a projektet, amely nem csak a nyíregyházi diákokat fogja majd szolgálni, hanem a térség általános iskoláit és szakközépiskoláit is, hiszen azt szeretnénk, és ez a fő cél, hogy a természettudományos ismeretek megszeressék a diákok, válasszanak ilyen irányú pályát. A képzéseken a tervek szerint 8280 fő vesz majd részt, ők 7 és 24 év közötti diákok.
Nagyon alacsonyak az államilag támogatott keretszámok, magasak a ponthatárok, emelkednek a tandíjak, így sok fiatalnak esélye sincs arra, hogy bekerüljön a felsőoktatási rendszerbe, mondta sajtótájékoztatóján Jeszenszky András, az MSZP nyíregyházi elnöke. A politikus szerint így egyre többen lesznek azok, akik az érettségi után vagy egy OK-s képzést követően a külföldi munkavállalás mellett döntenek. Folyamatosan csökken a diplomások száma Magyarországon, mindez azért, mert egy folyamatosan csökkennek az államilag finanszírozott férőhelyek, drasztikusan emelkednek a tandíjak, és egyre jobban nehezíti a Fidesz a bekerülési követelményeket, hiszen most már bemeneteli követelményé válik a nyelvvizsga. Ugyanakkor az pedig látszik, hogy a társadalmi mobilitás egyre kisebb lesz, tehát akinek nincsenek olyan anyagi lehetőségei, hogy az állami finanszírozott férőhelyek mellett fizetős felsőoktatási intézményekbe kerüljön, az gyakorlatilag kiszorul a felsőoktatásból. Megduplázott forrással összesen 2,4 milliárd forintos tanyafejlesztési pályázat nyílik jövő hét hétfőtől. A lehetőségekről a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és az Agrárminisztérium közös fórumán tartottak tájékoztató előadást. Ezen a héten már kitölthetik a pályázati felületet, és jövő hét hétfőtől beküldhetőek a pályázatok. A tanyafejlesztési pályázat keretében 2011 óta már 9 milliárd forint jutott el a tanyán élőkhöz. A pályázatnak köszönhetően lehetőség van a közösségi terek, az úthálózat és a helyi piacok fejlesztésére. Ez utóbbi azért is fontos, mert a tanyákon élők legfőbb megélhetése a mezőgazdaság. A helyi termelői piacok pedig megélhetést is biztosítanak számukra. 300 ezer emberről van szó Magyarországon, 300 ezer ember a jelenleg külterületen, és alapvető célunk az, hogy 2020-ra ne legyen olyan ember Magyarországon, akihez nem jut el valamilyen módon az elektromos áram, illetve a tanyája vagy a lakóingatlan nem közelíthető meg megfelelő minőségű utakon. Tehát ezt tekintjük kiemelt célunknak, és így próbálunk mindent megtenni a programon keresztül. A korábbi évektől eltérően idén 100% előleget kaphatnak a pályázók. Várhatóan a nyár folyamán döntés születik a pályázatokkal kapcsolatban. Ezt követően azonnal kiutalják a támogatási összegeket, ezzel is segítve a tanyák mielőbbi fejlesztését, tette hozzá dr. Viski József. Megyénk számára különösen fontos ez a pályázat, hiszen jelentős a tanyák száma, mondta el dr. Vinnai Győző. A tanyák megőrzése, a tanyán élők életminőségének javítása számunkra kulcskérdés, hiszen akkor maradnak az emberek egy településen, ha van munkahely, ha javítjuk a lakhatási körülményeket, és a pályázatnak van egy része, amely a tanyán élők lakó- és vagyonbiztonságát szolgálja, a tanyák megőrzését szolgálja, minél magasabb infrastruktúrális ellátottságát szolgálja, tehát szeretnénk a vidék, a tanyás települések népesség megtartó szerepét erősíteni. Ez a program a korábbi években is népszerű volt, és várhatóan idén is számottevő pályázat beérkezésére számítanak. A nagy érdeklődésre való tekintettel célszerű időben elkészíteni, és a beadási határidő kezdete után minél előbb benyújtani a pályázatot. A román harmadik ligában szereplő ACS Comuna Ressa elleni 5-0-ás győzelemmel hangolt a bajnoki folytatásra a Nyíregyháza Spartacus. A Zorán Spisziak által irányított együttes vasárnap idegenben a Budaörs ellen lép pájára az MB2 tavaszi nyitófordulójában. Január elején új edző Zorán Spisziak irányításával kezdte a felkészülést az NB2-es tabella 14. helyén álló Nyíregyháza Spartacus. A csapattól menet közben távozott az őszi házi gólkirály Pekár László, valamint Dragoner Filip, pótlásukat egyelőre házon belül igyekszik megoldani a szakvezetés. A Spari két hetet Törökországban készült, ahol 4 edző meccsen is pályára lépett. A vezetőedző szerint hasznosan töltötték az elmúlt egy hónapot. Sok mindent sikerült elvégezni ebbe a 4,5 hétbe, mert igazából a január 3-ától kezdve 26 napot tudtunk teljes mértékben edzeni, 53 edzésnek véget értünk, úgyhogy sok munkát tudunk végezni, elsősorban a játékstílust, amit akartuk beépíteni, elkezdtük egy folyamaton, és ez nagyon jól úton van, meg jól halad. A másik oldalon a játékos beilleszkedés, a keret kialakítás folyamatban van, sok csapat egység, ami nagyon fontos volt, hogy ezekbe a hetekbe próbáljuk
próbáljuk összekovácsolni minél jobban. Fiatal játékos a beépítése, fiatal játékos megértése az, hogy mi a feladat az első csapon és a felnőtt futballban, ugyanúgy extra munkát, amit kellett velük végezni. Sok-sok munkát végezett a csapat, és azt mondom, hogy nagyon sokat a stáb is, nagyon sokat dolgozott, hogy ez létrejöjjön. Úgyhogy azt mondom, nagyon pozitív és jó a benyomások ebbe a 4,5 hétbe. Rubus Tamás szerint, bár a viharos időjárás miatt két meccs elmaradt Törökországban, a lejátszott 4 mérkőzésből is tudnak majd profitálni a tavaszi szezonban. Játszottunk egy román első osztályú csapattal, aki azért jó erőt képviselt, sajnos kikaptunk ellenük. Utána ugye játszottunk két kazak első osztályú csapat ellen is, mind a kettő nagyon jó erőt képviseltek. Ugye az egyik ellen kikaptunk, a másikat viszont sikerült megvernünk, ami szerintem óriási fegyvertény. Azon a meccsen játszott a legjobban a csapat. Védekezésbe, támadásba is mindent végrehajtottunk, amit a mester kért. Hát igen, sajnos elmaradt két edzőmeccsünk is, ami ugye a bajnoki meccs előtt a főpróba lett volna, ami kár volt, hiszen mindenki a 90 perces meccsterelés jutott volna. De ugye már is lett rendezve egy edzőmérkőzés, úgyhogy mai lesz a igazi erő főpróba a bajnoki meccs előtt. A főpróba végül 5-0-ás Spari sikerrel zárult. A tavaszi nyitófordulóban vasárnap Tatabányán a jelenleg 5. helyen álló Budaörs ellen lép pályára Nyíregyháza Spartakusz. Nagyon nehéz meccs vár ránk. Tudjuk, hogy Budaörs egy jó összetett csapat, egy jó összerakott, egy csapat, amelyik jó áll a tabellán, sok pontot gyűjtött az első részben a bajnokságban, de ugyanúgy azt mondom, nekünk is vannak kvalitások, amelyeket föl kell hozni maximumra, ki kell használni, rá kell készülni, ki kell elemezni a Budaörsnek teljes mértékben az, hogy mi az erejük és mi a gyengeségük. Arra kell ráépíteni egy taktikát és egy stratégiát, és abból kell próbálni maximumot kihozni. Mindenféleképpen mi szeretnénk 3 pontot gyűjteni, de azt mondom, ha ponttal is jövünk, avval is meg kell elégedni ebbe a pillanatba, de mondom, a csapat, a fejünkbe, a hozzáállásunk, a gondolkozásunk, az a 3 pont lenne az optimális és a legjobb, amit szeretnénk elérni. A 22. forduló további párosítása a következő: Soroksár-Vác, Kazincz-Balcika Tiszakécske, Moson-Magyaróvár Kaposvár, Cegléd Békés Csaba, Munort Csákvár, Vasas Siófok, Dorog Budafok, Gyirmót Balmazújváros és Zalaegerszeg Győr. 3 megye képviseletében 5 csapat lépett pályára a nyíregyházi Bárci tornacsarnokában a zsinórlabda diákolimpia regionális elődöntőjében. Az első 2 helyen végző együttes bejutott a februári pécsi országos döntőbe. Minden megyében megrendezték a megyei diákolimpiát, ahol automatikusan az első helyezett csapatok már juttottak az országos döntőre, amely február 22-23-án lesz Pécsett, és mi is megrendeztük itt Szabolcs megyében a megyei diákolimpiát, és az első helyezett csapat, az a Bácsi Gusztáv Általános Iskola, speciális szakiskola és kollégium csapata lett. Ők már most nem játszanak, ők automatikusan, tehát már fogják képviselni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, és a Békés megyéből van itt a Gyulai Általános Iskola és speciális szakiskola, valamint Hajdú megyéből, Hajdú Dorogról jött az iskola, aki fogja képviselni Hajdú megyét most. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 15 év fegyházbüntetésre ítélték első fokon Balla Irma feltételezett gyilkosát. A vád szerint a debreceni önkormányzati képviselőnőt 2007 tavaszán otthonában különös kegyetlenséggel, nyereségvágyból gyilkolta meg a szomszédos építkezésen dolgozó férfi. A gyilkossággal először az áldozat fiát vádolták, akit 2008-ban le is tartóztattak, börtönbüntetésre ítélték, majd 2013-ban a mostani vádlott beismerő vallomása alapján felmentettek. Az ítélet nem jogerős, az ügyész, valamint a vádlott ügyvédje is fellebbezést jelentett be ellene.
mintegy 570 millió forintból alakította ki úgynevezett MTMI élményközpontot Nyíregyházán, ahol természettudományos, műszaki, informatika és matematika órákon vehetnek részt a diákok. A program célja, hogy a tanulók ne akadályként tekintsenek a természettudományokra, hanem kihívásként, valamint izgalmas, új ismereteket lássanak bennük. Az MTMI-hez tartozó képzések hiányszakmáknak számítanak, a központtal népszerűsíteni is próbálja azokat a Nyíregyházi Egyetem. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták január 31-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérhetik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! A következő pár napban fagymentesek lesznek az éjszakák. Az északi középhegység térségében csak kisebb mértékben, másút viszont jelentősen erősödik a nappali felmelegedés. A hétvégén a csúcsérték helyenként elérheti a 13-16 fokot is. Időnként számítani lehet rövidebb napos periódusokra, de inkább erősen felhős vagy borult lesz az ég. Legnagyobb eséllyel és legnagyobb mennyiségben vasárnap, illetve hétfőn számíthatunk esőre, esetleg havas esőre, hóra. A jövő héten viszont újból csökken a hőmérséklet. Péntek reggelig erősen felhős vagy borult lesz az ég, párás marad a levegő, éjszaka köd is képződhet, gyenge eső, havas eső, kisebb havazás egyaránt előfordulhat. A változó irányú, majd a délire forduló szél mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 fok körül alakul. Péntek estig erősen felhős vagy borult lesz az ég, a köd fokozatosan mindenütt feloszlik, kitisztul az idő. Kisebb havas eső, gyenge eső egyaránt előfordulhat, a délkeleti szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 4 fok körül alakul.